Sziasztok! Most hoztam el az autót a szerelőtől. Tudjátok, az ilyen egyszerű dolgokat meg szoktam csinálni, váltóolajcsere, olajcsere, mit tudom én, lámpacsere, meg ilyenek. Ezekről vannak már videók a csatornán, de hát az ilyen nagyobb dolgokat, ami nagyobb munka, akna kéne hozzá, főleg amióta nem tudunk oda menni már, ahol korábban volt akna, meg szakértelem, meg szerszámat, azokat nem szoktam csinálni. Ilyen például az autónál a fék. Mondjuk a motoron megcsinálom, arról is van egy videó fönt a csatornán, de hát ez a teraszon az ember ott megcsinálja könnyedén. Fékbetétcserét is, légtelenítést is. De hát az autón azért nem, úgyhogy időnként azért ezt is el kell juttatni szerelőhöz. És hát elég messze van, és nem is dolgozik túl gyorsan, ahova szoktam őt hordani. Viszont cserében nagyon olcsó. Hát tudjátok, ez a klasszikus, ez a munkatársaink gyorsan, jól és olcsón dolgoznak, ebből kettőt választhat. Hát ez is ez a kategória, tehát jól dolgozik, olcsón, de hát messze van, és ezért sokáig tart. Úgyhogy ritkán megy el az autó a szerelőhöz, de egyébként ritkán is van rá szükség. És hát most azért egy ilyen nagyobb akció volt az autóval az utóbbi időben, és hát megint megfogalmazott bennem, hogy miért szeretem ezt az autót. Tehát miért jó a Swift? Hát az biztos, hogy nem azért, mert a Huda nagyon kényelmes. Azért sem, mert a Huda nagyon biztonságos, ez való igaz, megjelenni, reprezentálni se nagyon lehet vele, nem erről szól. Menni egyébként azért lehet vele, főleg, hogyha az ember nem ez az ilyen klasszikus 1.0-ás vezető, hogy egyenesben nyomja neki, mert én mondjuk egyenesben nem szoktam nyomni neki. Itt az egyes úton is 90 környékén szoktam menni, picivel esetleg fölötte, ugye annyi a megengedett. 90 környékén, de mondjuk körforgalomban ugyanebben a tempóban esek be, hát ilyen 60-nal veszem a körforgalmat, ne kelljen lassítani, meg gyorsítani. Úgyhogy meg kanyargó szerpentines úton azért szeretek menni. Tehát ott mondjuk, ha jó kanyargós, az utat megküldöm. Ott adott esetben volt is német országban, hogy mondjuk kanyargós, nagyon kanyargós autópályán 150-nel döngettem. Azt azért ez bírja. Nem mondom, hogy már szerette, de bírta. Tehát azért lehet vele menni, de tény, hogy nem. Eldőlt. Nagyon jó. Tény, hogy egyenes úton nem ellen, húva életben. Tehát tény, hogy mondjuk egyenes úton valóban nem leszel ezer Isten király. Tehát. Na, ez nem erről szól az autó. Ennek az autónak kettő nagy előnye van. Az egyik, hogy nem nagyon akar elromlani. Ez különösen igaz a motorikus részére. A másik, hogy ha mégis elromlik, akkor ezt nagyon emberi költségekből lehet üzemeltetni. És az autó az tipikusan az a történet, hogy akinek telik majomra, annak teljen banára is. Hát kis hazánkban az például divat, hogy mindenki túlvállalja magát autóból, és aztán utána így lerohad alóla, meg széjjel esik. De most ezt az autóba az a nagyon jó, és ez számomra ez az ideális, hogy megtehetem azt a luxust, hogy ez az autó, ez tökéletes állapotban legyen. Nem minden időpillanatban, de ilyen szünetekkel ezt meg lehet valósítani. Ugye nem minden időpillanat az azért van, mert az ember összegyűjti a problémákat, míg ott hagyja egy hétre a Budapest másik felén túlvállal az autót, tehát ezt azért le kell logisztikázni, hogy ideig távol marad. Nem is tudom, mikor volt ott az autó utoljára, szerintem durván 2 éve. Tehát, hogy durván 2 éve volt szerelőnél az autó, az ilyen apró karbantartásokat tényleg, hogy olajcsere, meg ilyenek, ezeket megcsinálom magam. És most megint egy olyan kegyelmi állapotban van az autó, hogy jelen pillanatban azt tudom mondani, hogy ezen az autón most minden tökéletes. Nem is tudom, hány éves, 20-valahány éves ez az autó, és megtehetem azt a luxust, hogy ezt a 20-valahány éves autót, ezt tökéletes állapotban tudom éppen jelen pillanatban. És mindezt emberi pénzből. Ha úgy nézzük, az autó árának az 1/3-át most ráköltöttem, tehát nem kevés pénz, meg nettó értékesen kevés pénz, amit ráköltöttem, de ha úgy nézzük, hogy egyébként egy autó üzemeltetése mibe kerül, akkor ennél olcsóban nem lehet autózni. És hát főleg úgy, hogy tényleg abszolút megbízható. Ez a kocsi 5 éve megvan már? Vagy 6? Hát egy biztos beletettem már. Mennyit is? Várjátok. 50. Hát akkor beletettem több mint 100 000 kilométert, és egyetlen egyszer nem rohadt le alattam úgy, hogy ott maradt volna.
Úgyhogy, és most akkor mennyit költöttem erre? Ekkor költöttem rá 100 ezer forintot, ugye ezt én 300-ért vettem, tehát az ár egyharmadát költöttem rá. Na de nézzük, mi jött ki ebből a 100 ezer forintból. Hát először is kapott 4 vadonatúj gumit. Oké, nem Continentalt, Laufend. Az előző szériát azt szerintem 2017-18-ba vettem, tehát nagyjából 3 évet húzott ki. Van itt erről egy ilyen videó, ez a valami Ocean benne van a címébe, mert az Oceanbe vettem, hát azokat elég hamar legyaláztam, leginkább az elsőket, de hát mondom, én azért megyek, tehát ezt körforgalomban, meg kanyarban megyek. Egyenesen nem megyek, hát ott minden hülye tud menni, de körforgalomban megyek, gyorsítok, kanyarba az előfordult csikorok, tehát megyek. Tehát elkoptak azok a gumik. Úgyhogy 4 új gumi benne volt szereléssel együtt, az volt egy 40-es. És akkor 60-at hagytam most ott a szerelőnél, amiben benne volt a jobb oldali féltengely, tipikus Skoda beteg, Skoda, arra jártam, tipikus Suzuki betegség, bár a gumiharangja nem volt elszakadva, egyszerűen, na hát, nem szereti azt a stílust, hogy autózom. A bal oldali féltengelyen a gumiharang kezdett elszakadni, még nem volt elszakadva, de látszódott, úgyhogy mondtam, hogy cseréljük ki azt is, preventívvel legel, tehát jobb oldali féltengelyen, bal oldali gumiharang, az összes szilent ki lett cserélve, és ebben az a szép, hogy ugye itt földút van nálunk, és én anno egyszer kiszámoltam, amit nagyon szeretnek szuttyogni emberek, és sose értem, kibaszott nagy terepjáróval 10-zel zögykölődnek a földúton, és most már nagyon jó a földút. Tehát régebben sokkal rosszabb volt itt a földút. Voltak idők, amikor itt nálunk konkrétan ebben a hatos dűlőben, ebben tavaszi olvadáskor föl kellett tennem a hóláncot a Skodára, mert nem lehetett a sárba kijutni másképp, hanem hólánccal. Tehát, hogy nem, az durva volt, itt is föl lett töltve, tehát nagyon fasz ahhoz képest a földút, amilyen volt. És mennek ilyen 10-20-szal a terepjárókkal. Én megtolom neki, az azt jelenti, hogy ha nem sietek, akkor ilyen 30-40, ha sietek, akkor 60, 70, 80 is előfordul itt a földúton. Lakóterületen kívül vagyunk, 90 a megengedett, úgyhogy ez nem probléma. És kiszámoltam egyszer, ugye, ha csak napjában így kétszer megyek kibe, ami minden nap megvan, valamikor többször, akkor éves szinten a szuttyogás, meg a rendes tempó különbségében éves szinten 3 napot nyerek az életemből. Tehát 3x 24 órát autózom el, ha lassan megyek, úgyhogy inkább gyorsan megyek. És az a szép, hogy ebbe a kocsiba, amióta nálam van, ez 5 vagy 6 éve nem volt szilent, és nem volt gömbfej cserélve. Pedig tényleg itt megyek a főrúton, mint az állat, és gömbfejet most se kellett cserélni. A szilenteket kellett. Úgyhogy ki lett cserélve az összes szilent, a féltengely, itt a gumiharang lett kicserélve, és hát a fékkel bajok voltak, egyrészt a kézi fék már itt fogott fönt, tehát idáig feljött a kar, másrészt a bal első fék nem volt tökéletes, egy picit balra húzott nagy fékezésnél. Nem észrevehetően, tehát nem kitépte a kezemből a kormányt, de most ebben az árban benne volt a 4 fékbetét elől, hátul a fékpofák is benne voltak, mármint anyag és munkadíj, meglettek járatva a dugattyúk, mert ugye hajlamos berohadni, le lett cserélve a fékfolyadék, tárcsákat nem kellett cserélni, mert az 2 vagy 3 éve, amikor volt a szerelődén, akkor cseréltünk tárcsákat, és szinte semmi vála nem volt a tárcsáknak, úgyhogy tárcsákat nem kellett cserélni. Aztán itt oldalt, 2 oldalt, alul a küszöb magasságában lehaingázta magáról az alvázvédőt, de nagy szerencs, hogy ez időben észre lett véve, mert a fém még nem kezdett el rohadni, úgyhogy le lett rozsdagátlózva és le lett alvázvédőzve 2 oldalt a csík, úgyhogy ez is benne volt a melóban. A hűtő meresztett, ott kellett egy tömítés a leeresztő csavarhoz. Volt vele még más. Szerintem ennyi. Ennyi, úgyhogy ez munkadíjjal, anyaggal együtt volt egy 60-as, tehát féltengely, összes fékpofa, fékbetét, összes szilent, alvázvédőzés, gumiharang, ennyi. Ennyi baja volt az autónak. Annyi van még, hogy a kormánymű egy picikét kotyog, még nem vészes, de majd kell venni egy kormányművet egyet alkalomattán, nincs most még vele semmi akut probléma, tehát nem életveszélyes, csak már érezni kis kottyanást a kormányműbe. Úgyhogy ennyi a nem tökéletesség az autónak, de ez is meg lesz, amint lesz egy jó állapotú bontott kormányműbe fog kerülni, az jó cakát. De
Az autó jelpülőben tökéletes, a fék nem húz félre, kézifék az 3-4 kattintásra befog. Ennyi, a gumik újjak, tehát gyakorlatilag egy százasból az autó most így teljesen gatyával lett rázva. Na hát ezért szeretjük a Suzuki-t. Azért az ember nem sajnálja, tehát egy-két fényképet, videót láttatok, én ezzel viszek bármit, fagerendát, zsák, maltert, amire épp szükség van. Úgyhogy abszolút használva van az autó. Nincs annyira meggyúzva, mint a Skoda annak idején, mert a Skodával itt téptem ki kerítésvasakat, meg amikor vágtam ki egy fát, akkor hozzákötöttem egy kötéllel, és hogy ne dőljön rá a ház tetejére, és akkor befűrészeltem, és a Skodával húztam el, hogy ne a házra dőljön, hanem erre kifelé. Meg abban volt, hogy 3 más a szenet beleraktam, mikor így szénnel is fűtögettem, akkor lementem a tüzépre, műanyag zsákokkal, aztán ide raktam, oda raktam hátulra, a csomagtartóba előre, 3 mázsát beraktam szegény Skodába, úgyhogy... Na, nálam azért kapják az autók a kiképzést. A tényleg Skoda nem volt ennyire megbízható. De... Hogy? Zöldarázs. Hát, a zöldarázs is egy másik Skoda volt, igen, azon meg a terepmintás gumik, ilyen pápai mintás terepgumikat raktam rá egy időben. Hát akkor itt még nagyon gáz volt az út, igen. Hát az akkorák voltak azok a gumik, hogy a sárvédőből le kellett vágnom hátul, mert nem fért be, hogyha összecsuklott, összerugózott az autó, ilyen nagyon durva fenyő mintás pápai nehéz terepgumi volt rajta. De az hamar nem bírt, az nem bírt ezeket a nagy gumikat, hamar fértengelyes lett, úgyhogy az egy másik történet. Azt nem nagyon szeretem, az egy favorit volt, de én amiről most beszéltem, az a 120-as Skoda volt, az volt egyébként a kedvenc autónk. Na, de az egy másik történet, arról is van egyébként itt egy videó, akkor ott hengerfej csere van rajta, vagy nem, egy tömítés csere, na, hengerfej tömítés csere. Na, jól van, Isten áldjon mindenkit! Ennyi, a gazdagok vegyenek drága autót, a szegények ne vegyenek autót, hanem fussa rá, a maradék meg olyan autót vegyen, amilyet fent tud tartani, és nem rohadt ki alolla. Ez a és a legfontosabb, hogy és, mert van, aki fenntartja, csak közben nem jut kenyérre, tehát, hogy olyan autót tartsunk fönn, ami mellett kényelmesen tudunk enni is, és nem az autóra keressük meg a pénzt. Az, ne felejtsük el, hogy az autóban értünk, és nem mi vagyunk az autóért. Sziasztok! Persze, egy 1965-ös Aston Martint elfogadnék, nem erről van szó, de akkor ahhoz kéne garázs, és kéne annyi pénz, hogy ugyanolyan könnyedén meg tudjam javítatni, mint ezt. Tehát, hogy ne sírógörcsbe kerülgessen, amikor 3 évente rá kell költeni 100 000 forintot, az Aston Martinra elköltendő 3 évenkénti 1 millió ugyanannyira ne fájjon. Akkor oké. Na, azt azért vennék szívesen. Ennek kapcsán pedig RIP Sean Connery.